Szeretném megköszönni a meghívást. Országos Onkológiai Intézetben dolgoztam és dolgozom még nyugdíjasként is. Ami miatt a kis cégünknek a nevét kiírtam, az azt jelenti, hogy köszönetet is szeretnék mondani Budaörsnek, hogy befogadtak minket, hiszen 15 éve egy komplex szűrővizsgálati rendszerrel gyakorlatilag itt Budaörsön dolgozunk, és ezt szeretnénk folytatni is. Valaha Gyamár tanár úrnak azért köszönöm a meghívást, mert mi régen együtt dolgoztunk, egy szobában voltunk a Szabolcs utcában, én 85-ben ott hagytam az orvos továbbképző intézetet, ami aztán, amikor Gyamár tanár úr is ott hagyta, akkor összedőlt. Az okokat talán nem kellene elemeznünk. Egy művészi ábrával kezdeném a vetítést. Aki Firenzében járt és a Medici kápolnát meg tudta nézni, kicsit bonyolult bejutni oda, és a gyönyörű mellékalakokat, ha megfigyelte a különböző sírok között, akkor gyönyörű emlőjű hölgyeket faragott Michelangelo. Abban az időben nem volt fotózás, nem volt a... Tulajdonképpen a művészek őriztek meg olyan dolgokat, amikről ők maguk se tudtak. Ugye az éjszaka hölgye, azt szeretném mutatni, hogy Michelangelo gyönyörűen márványba faragta, ennek a hölgynek emlőrákja volt. Nincs arra irodalmi adatunk, hogy meddig élt szegény, mert maga Michelangelo se volt ezzel tisztában, és a festészetben több művésznél találunk ilyen aktokat, ahol a modern orvosi szem meglátja az emlőrákot, akár Rubensnél, a festményeknél. Tehát az emlőrák, amikor már tünetet ad, akkor már bajban vagyunk, és felszerettem volna itt sorolni, hogy melyek azok a jelek, amikor praktikus, hogyha szakemberhez fordulunk. Amikor az emlőben csomót tapintunk, ami nem volt ott, amikor az emlőbimbó behúzódik, ugye lehetett látni, Michelangelo megfaragta ezt, az emlőbimbó behúzódása, a bőr behúzódása, vagy netán az emlőbimbó rajta ekcémának tűnő kis viszkető elváltozás egy külön típusú daganatot jelenthet. Ha az emlő bőre az ellenoldalihoz képest duzzadtá válik, vagy netán véres váladék jön az emlőbimbóból. Arról nem is beszélve, hogyha csomót tapintunk a hónajban, az már az áttét lehetőségét adja. Angol nyelv az ábrám, elnézést kérek, több angol nyelvet nem fogok vetíteni, de az Európai Uniós halálozási statisztika ábráját azért akartam vetíteni. Ugye itt 100 000 lakosra vonatkozó halálozási adatokról van szó. A férfiak kék csíkkal, a nők pedig narancssárga csíkkal vannak jelölve. És egy vonalkára szeretném felhívni a figyelmet, ugye, ahol egy hosszú sárga csíkot látunk. Férfiak is nál is lehet emlőrák. Ezt tudni kell, nagyon ritka, ezért gyakran eléggé előre haladó stádiumba kerül szakemberhez, de azért a hölgyeknél ez a nagyon magas halálozási arány, ez bizony problémát jelent. Ugye említette Tordjik főorvos úr is, hogy az emlő a daganatok élvonalában van a hölgyek halálozását tekintve. Vastagbélrák is magas, tüdőrákról szintén szó volt, méhnyakrák, petefészekrákról meg majd esik szó. Azt nagyon fontos tudni, hogy az első négy az biztosan szűrhető daganat. Tehát korai stádiumban fel lehet őket ismerni. Méhnyakrákról biztos szó lesz arról, hogy ez még megelőzhető is. Ma már oltással tudunk védekezni a humán papilloma vírus okozta daganatok ellen. A 7. osztályos általános iskolás lányok már kapják, és azért azt tudni kell, hogy
ezek a vírusok okozta daganatok nem csak a női nemi szervben, hanem a férfiak és nők szájüregében is előfordulhat. Azt meg kell mondanunk, hogy nem úton sikerül ezt átadni, és ezért most már nagyon komoly lépések vannak arra nézve, hogy a férfiak is kapják, tehát a gyerekek is kapják meg előre a daganatos HPV oltásokat, ezáltal meg lehet előzni magát a daganatot. Évente kb. 7000 új emlőrákos beteget fedezünk föl, és kb. 2000 nagyjából ez az arány egy számjegyű százalékos mozgást mutat a magyar nőknél, de a leggyakoribb daganat. A kockázat, hogy előforduljon egy ilyen daganat, az életkor előreadásával nő. A 80%-ukat 50 év felett diagnosztizáljuk, ez fontos a szűrési metódus kialakításánál. A normál női populációban, tehát 6%-os körülbelül az emlőrák kialakulásának kockázata, ez amennyiben a rokonoknál gyakrabban fordul elő, akkor bizony ez növekedhet, és ismerjük azt a két gént, a BRCA 1 és 2-es génről van szó, aminek kutatásában Magyarország az élvonalban van. Olá professzor asszony remek előadásokat tartott, nem csak itthon, hanem én utoljára őt Rióban hallottam előadni, és ledöbbentem, hogy milyen nemzetközi érdeklődés figyelte előadását. Az a lényeg, hogy ezeknek a géneknek a kimutatása bár sokba kerül, igazándiból akkor fontos, hogyha a családi halmozódás igazolódik. Kockázati tényezőkről itt is kell beszélni, amikor nagyon korán kezdődik a menstruáció, vagy akinél nagyon későn fejeződik be, 30 évkor feletti első szülés az, ami megint a kockázatot megemeli. Ez sajnos a mostani generációban egyre gyakoribb, saját gyermekeimnél is látom, hogy későn döntenek, de legalább felelősséggel döntenek. A soha nem szülő hölgyeknél is a kockázati tényező magas, és hát a hormonális hatások érik az emlőt. Ugye a hormonális fogamzásgátló szedésénél ez megint kocka. Ezek általánosak tulajdonképpen, amiről a további kockázati tényezőket felsoroltam, dohányzás, alkoholfogyasztás, elhízás, ezekkel küzdünk minden más betegség kapcsán is. Azt nagyon fontos tudni, hogy az emlőrák egyetlen sejtből kiindulva körülbelül 5-8 év alatt fejlődik olyan méretűvé, hogy mammográfiai vizsgálattal kimutatható legyen. Tulajdonképpen ezt követi az a méret, amikor már tapintható lesz, nagyjából 8-10 milliméteres, amikor már tapintani tudjuk a daganatot. Milyen vizsgálatokról azok, amelyeket igénybe kell vennünk? Fizikális vizsgálat nagyon fontos, és nagyon fontos az, hogy a nőgyógyászati rutin vizsgálatnak része ma már Magyarországon, hogy a nőgyógyász kollégák az emlőket is megtapintják. De azt nem győzöm hangsúlyozni, hogy a betegeknek saját maguknak is praktikus megtanulni az öndiagnózist. Kis papírkákat fogok majd kitenni, hogy ezt hogy praktikus megtanulni, és havonta, két havonta egyszer a menstruációt követő 5. napon megvizsgálni magát a betegnek. Az emlő ultrahang vizsgálata elsősorban fiataloknál fontos, amikor a mammográfiás vizsgálatot még nem vehetjük igénybe, hiszen az sugár problémát okozhat, de az ultrahang készülékek oltári fejlődésnek
mentek az utóbbi időben, legalábbis az én szakmai pályafutásom során. Első betegeimet még ultrahangra, a Trabantomon, a Műszaki Egyetemre vittem, ahol az egy darab készüléket vizsgálták be annak idején. Nagyon fontos a mammográfia, ez mint szűrővizsgálati létalap, ez meghatározó. Azonban azt tudni kell, hogy óckodnak a betegek. Nagyon nem szeretik, ha azt kell mondanom, hogy ha durván fejezem ki magam, egy satúba szorítják az emlőjüket, és úgy készülnek a röntgenfelvételek. A készülékek felbontása szintén nagy fejlődésen ment keresztül az elmúlt 30 év alatt, de most már kísérleti stádiumban, illetve az első készülékek, a 3D-s mammográfok már megjelentek. Az emlő MR vizsgálata, a mágnes rezonanciás vizsgálata, az egy nagyon jó vizsgálat, azonban nagyon drága, tehát szűrővizsgálatra alkalmatlan ilyen értelemben, hiszen tömegeket nem tudunk szűrni vele. Ugyanakkor nagyon jó segítséget ad olyan esetekben, amikor az emlő ábrázolása nem sikerül jól mammográffal. Például valakinek szilikon van beültetve, ilyenkor az MR vizsgálat sokkal praktikusabb. Nagyon fontos, hogy ezeket a vizsgálatokat, hogyha gyanú van, valamilyen gyanús terület van, akkor ezt meg tudjuk közelíteni szövettani módszerekkel. Ugye van az úgynevezett vékony tű biopszia, amikor egy nagyon hajszány vékony tűt célzottan, akár ultrahang vezérelve beleszúrunk a gyanús területbe. Citológiánál ilyenkor sejtszintű vizsgálat történik, és gyakorlatilag arra vagyunk kíváncsiak, hogy daganatos vagy nem daganatosak a sejtek. Ha kicsit vastagabb tűvel szúrjuk, akkor már szövettani szintű eredményt kapunk, és majd látjuk, hogy a szövettan az egy sokkal részletesebb, nem csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy rák vagy nem rák, egyébként lehet szarkóma is az emlőben, de bizonyos esetekben, amikor nem műtéttel kezdjük a kezelést, hanem úgynevezett neoadjuváns kezeléssel, amikor a beteg stádiuma egy jobb eredményt ér el, hogyha a műtét előtti időszakban, kemoterápiában és sugárterápiában részesítjük. Itt van az Egészséges Nemzetér Népegészségügyi Program, gyakorlatilag a szűrővizsgálatok keretén belül 40-es és 65 év közötti nők két évenkénti vizsgálatát próbálja elérni. Ez a lakosság számára teljesen ingyenes. A baj a részvételi arányjal van. Európában a francia nők a leglelkesebbek ez ügyben, tehát 40%-uk megjelenik a vizsgálatokon a adott korcsoporton belül. Magyarország 30% körüli eredménnyel kicsit hátrébb van, hogy finoman fejezzem ki magam. Úgyhogy ez, itt még van tennivalónk, és én azért sajnálom, hogy beteg civil szervezetek képviselőit nem látom itt. Ők nagyon sokat tudnak segíteni azzal. Igen? Vagyunk. Jó. Jaj, de jó, van piros pont, bocsánat, nagyon örülök neki. Az emlőrákot hogy tudjuk kezelni? Gyakorlatilag az emlőrákok nagy részében a műtétnek mindig szerepe van. Tehát a sebészt azt nem lehet kihagyni a kezelésből. Sugárkezelésről, kemoterápiáról Tordjik főorvos úr fog beszélni. Egy picit szeretnék ennek kapcsán a szemléletváltozásról beszélni, hiszen a 70-es évekig mechanikus, úgynevezett mechanikus szemlélet volt a seb. Először is azt gondoltuk, hogy csak a sebész tudja megoldani az emlőrákot. A második dolog az volt, hogy mentől többet, mentől radikálisabban távolítunk el, annál biztosabb a beteg túlélése. Ez volt a mechanikus szemlélet. A 70-es évektől kezdve, és itt már a tüdőráknál hallottuk, hogy a társszakmák, a patológia, a sugárkezelés, a molekuláris biológia, kemoterápia iszonyatosan fejlődött az elmúlt időben, és hát
ennek következtében team munkává vált ezeknek a daganatoknak a kezelése is. Ez a kedvenc papíruszom, Kairóból hoztam. Nem a 20. században operáltak először emlőrákot, az egyiptomiak ugye 3500 évvel ezelőtt már, de azért nézzük meg ezeket a szerszámokat, ha végignézzük ugye a sebészi repertoárt, hát itt egy-két égető eszköz, de még az olló sem olyan, mint a mai. És azért, hogy régi, én néha örömmel veszem a régi magyar nyelvű nyomtatványokat, 1839-es könyv, sebészeti szakkönyv, amelyben ugye a emlő meccésének a formáját írják le, de ki hangsúlyozza a szerző, alá is húztuk, hogy egyszer mind a hónai mirigyek is kiirtandók. Tehát ugye azt a nyirokrendszert, amiben várhatóan első lépcsőként a daganat áttétet adhat, azt is kiírtjuk, és ezáltal hát megkíméljük a szervezetet a további. Ez egy nagyon rossz ábra, bocsánat. Időségben csak azt szerettem volna ezen bemutatni, hogy egyrészt a sugárterápia is nagyon sokat fejlődött az utóbbi időben. Az első világháború után már ortovortos készülékek voltak. Ugye a... bocsánat. Első világháború, második világháború és ezredforduló. Tehát az ortovortos készülékek után gyakorlatilag a betatron, majd a lineáris gyorsító, közben volt kobaltágyú is, ezek mindig hatalmas lépést jelentettek a sugárkezelésben. Nagyon fontos volt az a második világháború után, hogy a TNM rendszert, amiről Tordjik főorvos úr is már beszélt a tüdő kapcsán, gyakorlatilag minden szervre megpróbáljuk ezt alkalmazni. Ezáltal össze, nem csak, hogy a kezelést pontosan meg tudjuk határozni, hanem össze tudjuk hasonlítani a különböző országok, különböző munkacsoportjainak adatait, ahhoz, hogy egy nagy adatbázishoz jussunk. TNM rendszerről beszélt Tordjik főorvos úr. És azért a radikális emlőeltávolítás, ugye amikor még az volt a lényeg, hogy mentől többet el tudjunk távolítani, az 1882-höz fűződik, bár ugye említettem, hogy már korábban is voltak, ha nem is tömeges, de kísérletek a rák gyógyítására. Ugye ehhez a generális altatást is meg kellett valósítani. 1846-ban ugye Bostonban mutatták be mai szemmel teatrális körülmények között az első altatást. Azért nem is tudom, hogy az egyes sebészeti klinikán még létezik-e a régi előadóterem, ami úgy nézett ki, mint egy aréna, és középen egy műtő volt. Gyakorlatilag a lelátóról lehetett az előttünk levő generációnak, vagy talán nagyapám generációjának nézni azokat a csodálatos műtéteket, amikben nem tudom, hogy mennyi volt a cirkuszi látványosság, de azt tudjuk, hogy ha ma bemegyünk egy műtőbe, az operáló orvos válla fölött benézve se látjuk mindig a dolgokat, ha csak nem videóműtétről van szó. Ugye a biológiai szemléletet, az adjuváns kezelések és a diagnosztika nagyon fontos javulása tette lehetővé. Ezáltal lehetővé vált, hogy az emlő egészséges részét megtarthassuk. Európában Veronesi professzor Milánóban, aki onkológiával foglalkozik, az ő nevét ismeri. Én szerencsésnek tekinthetem magam, mert még találkozhattam is vele. Az Európai Sebészeti Onkológus Társaságnak az alapítója, illetve az első sebészeti onkológiai iskola is az ő nevéhez fűződik Milánóban. Bernard Fischer professzor egy zseniális ember volt. A sebészeten kívül a kemoterápia az mindenhez értett, ami az emlőről szólt. Zseniális előadó volt. Október 16-án halt meg 101 éves korában. Én Nizzában hallottam őt előadni, és tényleg
lenyűgözött, olyan zseniálisan tudta előadni azt, amit tudott. Mert hát azért ez is fontos. Az ezredforduló táján jött egy új módszer, ugye? Mert eddig kiirtottuk a hónai nyirokcsomókat első lépésben. Az őrszem nyirokcsomó meghatározás, ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy az első nyirokrendszer kapujában álló, ezért nevezik őrszemnek, nyirokcsomót, azról azt feltételezzük, ha abban nincs daganatsejt, akkor a mögötte levő nyirokcsomókban sem lehet daganatsejt. Tehát ezt a nyirokcsomót eltávolítjuk, először is meg kell határozni. Természetesen, amihez egy speciális készülék kell, ez egy gamma szonda, ez már a második generációs gép. Gyakorlatilag a szondának a fejét egy steril nejlomba beburkolva, a hónajra az előzetesen beadott izotópot, ha beadjuk, akkor ezzel a szondával szépen meg lehet találni. Magyarul nem kell akkorát metszenünk, egy 2 centis metszésből ki lehet venni ezt a kis nyirokcsomót, és eltávolítani. A mai műtéteknél, hogyha őrszemnyirokcsomó biopsziára van szükség, tehát az emlődaganat eltávolításával párhuzamosan megkeressük ezt a nyirokcsomót, ha az előzetes felmérések szerint nincs áttétje a betegünknek a hónajban. Ezt gyakorlatilag azonnal fölküldjük a patológiára, patológián ketté vágják, és egy citológiai vizsgálat történik arra, látok benne daganatsejtet, vagy nem. Természetesen a részletes szövettani vizsgálat, ami megint modernebb, mint valaha volt, ezt a nyirokcsomót minimum 30 metszetet készítenek. Képzeljék el, hogy valaha 1-2 metszet készült egy ilyen nyirokcsomó, 30 metszet. Én nekem a pályám során egy olyan betegem volt, akinél 20 alatti daganat sejtből állt a daganat. Máig is ellenőrzem, Budaörsön épp októberben találkoztunk utoljára. Aranyos kis sztori. Amikor ezt bevezettük, egyik kollégám úgy gondolta, hogy hát más országban folytatja a tevékenységét, kiment Londonba, és hát ott egy emlősebészeti osztályon kapott munkát, ahol szintén alkalmazták ezt a kis izotóp gamma szondát. Igen ám, de Angliában ehhez licensz kell. Ahhoz, hogy ezt a kis gépet, amit mi egymásnak megmutattuk, aztán használtuk, önálluk licenszvizsgát kell tenni. És azon mosolyogtunk, hogy a kollégám, barátom, amikor vizsgázott a licenszbizottság előtt, összeszámolta, hogy a bizottság tagjai összesen nem használták annyiszor ezt a masinát, mint ő itt Budapesten. Egyébként ez a barátom jelenleg London vezető emlősebésze, az Európai Sebészi Onkológiai Társaság elnöke, sőt, most szegénynek haza kellett jönni, édesapja rossz állapotban volt, és a nemzetközi kongresszusra, a világkongresszusra nem tudott kimenni Kaliforniába, innen videó konferencia kapcsán vezette le a saját ülését kint San Diego-ban. Húha, hát ebben a világításban egy kicsit nehezebb. Tehát gyakorlatilag az őrszemnyirokcsomónak az eltávolítása csökkenti a műtéti feltárás kiterjesztését, elkerülhető a felesleges blokkdiszekció, tehát az összes nyirokcsomó eltávolítása, aminek rengeteg mellékhatása van, műtéti időt is csökkenti, nem szükséges a beteg számára az igen kényelmetlen drén, akiben volt drén, az tudja, hogy milyen kellemetlen ezzel aludni, sajnos bennem is volt, de más ügyből kifolyólag. És a műtét utáni nyirokpangás is elkerülhető, a gyógyulási idő is jelentősen csökken. Szövettani vizsgálat. Hát alfája és omegája az onkológiai kezelésnek.
Amikor én a pályámat kezdtem, olyan múlt században, akkor egy szövettani vizsgálat, az egy kis papírka volt, amin 3-4 soros vélemény és egy diagnózis. Gyakorlatilag arra voltunk kíváncsiak, hogy van-e daganata a betegnek, vagy nincs. Az, hogy ez milyen típusú, az csak szépen lassan kezdett csordogálni. Elmondanám, hogy ma egy emlő szövettani vizsgálati lelet, az minimum másfél oldal, de most már inkább több, tehát sokszor két oldalas ez a lelet. Nagyon fontos, hogy az alaptípust ismerjük, ezek lehetnek hám eredetű duktális, lobuláris, ezek a speciális, nagyon ritkán szarkoma lehet, illetve ugye az emlőbimbónak is van egy speciális betegsége. Nagyon fontos, hogy a daganat differenciáltságát is megadja a patológus nekünk, hiszen az nagyon megszabja az utána levő kezelést, illetve a túlélési lehetőséget. Mentől differenciáltabb egy daganat, annál inkább hasonlít az eredeti szövegre, és annál jobban kezelhető. Mentől jobban eltér az eredeti daganattól, annál invazívabb, illetve annál rosszabbak a kilátások, és ez megszabja, ugye a patológusaink már pontozzák is ezeket. És a szövettani vizsgálat során azt is megnézik a mikroszkóp alatt, hogy nincs-e olyan daganatsejt, ami már betör az erekbe, nyirokerekbe, vagy pedig az a vérerekbe. Ugye, ha ezekbe betör, akkor az esélye az, hogy a daganatsejtek elszabadulnak, és a szervezetben valahol másütt jelennek, az már bizony sokkal rosszabb prognózist jelentenek. Emlődaganatról lévén szó, amely ugye a hormonhatásoknak az emlő jelentősen ki van téve, és nagyon fontos, hogy ezeknek a daganatoknak a hormon érzékenységét meghatározzuk. Alapkérdés, hogy ösztrogén, illetve progeszteron recept érzékenységet, tehát pozitíve a beteg ebből a szempontból. Ez esetben a pozitivitás az nekünk jó jel, mert akkor antihormon kezeléssel meg tudjuk előzni, tehát erről Tordik főorvos urat nem akarom lelőni, hogy de és hát ugye a molekuláris biológia fejlődése az nem csak a tüdőnél, hanem az emlőknél is. Ugye a HER2 receptor státusz megszabja az úgynevezett célzott kezeléseket, de nem lövöm le. Sugárterápiában a gépek és a technika és a komputerizáció nagyon sok újat hozott az elmúlt 40 évben. Egy olyan ábrát hoztam magammal az intézetből, a polgárprofesszor úrnak, ő vezette be az emlőmegtartó műtéteknél a sugárkezelésnek azt a formáját, amikor kis csövecskéket ültetünk a műtéti területbe, és a sugárforrást ezeken a kis csöveken visszük be, közvetlenül tudjuk adni a daganat területére a sugarat, ez megrövidíti a sugárkezelésnek az időszakát is, és ugye nem kell ezt a bonyolult, komputerizált, külső sugárforrást alkalmaznunk ez esetekben. És ami nagyon nagy szó, és ma már egy emlőrák licenszvizsga, emlősebészeti licenszvizsgának a része a plasztika is. Tehát ugye a hölgyek ékessége az emlő. Ezt mentől jobban ezt az ékességet meg kéne őriznünk, vagy legalábbis megközelíteni ahhoz, hogy ne érezze magát csonkoltnak, hiszen gondoljunk el egy olyan beteget, aki olyan, én még láttam olyan beteget, ellenőriztem, aki olyan radikális műtéten esett, tehát hogy nem csak a hónai nyirokcsomókat, hanem még a mellizmokat is a mellkasfalról eltávolították. Ahhoz képest ma már ugye meg tudjuk tartani, meg tudjuk őrizni időben felfedezett esetekben az emlőt, és ha az egész emlő eltávolításra kerül, akkor is plasztikailag tudunk segíteni. Gulyás professzor úrnak az ábrája, ha az előző ábrával összehasonlítjuk ugye az eredményt, az ellenoldali emlő is hozzá lett igazítva a plasztikázott emlőhöz.
nem baj, ha az alsó részt nem látjuk, nagyon fontos, és azt arra hívnám fel a figyelmet, hogy a zöld ábra és a piros ábra közötti sárga mutatja, hogy mennyire sikerült a 80-as évektől a Onkológiai Intézet sebészetén az emlőmegtartó műtéteket nagyobb arányban végezni, ezáltal annál több emlőt tudtunk megmenteni. Nagyon fontos és alapvető, hogy az emlőrák szűrhető. Ezekre a behívókra praktikus, ha elmennek a hölgyek, és részt vesznek ezeken a szűréseket. Minél korábban fedezzük fel a betegséget, annál inkább gyógyítható. Nagyon fontos, hogy az egész kezelés úgynevezett multidisciplináris, tehát a különböző szakmáknak az együttműködése, a team munka elengedhetetlen, olyannyira, hogy ma már a teamben kétszer vesz részt a beteg, először a kezelések előtt, illetve műtét utáni kezelés meghatározása is egy teamben történik. Azt elmondanám a saját munkahelyemről, hogy Magyarország első csak emlő- és rágyrészsebészettel foglalkozó külön osztálya sikerült, hogy megalakulhasson. Ehhez egy nagyon szép új épületet is kaptunk, és a kollégáim nagy része már európai licenszel rendelkezik ezekhez a műtétekhez. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.